Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Az elmúlt napokban az ellenzéki pártok képviselői azt mondták, hogy bár az illetékes szerveknél meg fogják támadni a különböző választás napján, baján történt eseményeket, a választás tisztaságát féltve, de azt nem fogják kérni, hogy ismételjék meg a beadványaikban, hogy ismételjék meg a 32-es körzetben a választást. Mert hogy nem ez a céljuk, az igazság kiderítése viszont igen. Na ez most már a múlté, hiszen ma a hvg.hu hozott nyilvánosságra egy videófelvételt, és ennek kapcsán azt mondják most már az ellenzéki pártok, hogy most már, hogyha ez a felvétel valós, akkor azt fogják kérni az illetékes szervektől, hogy ismételjék meg az önkormányzati választást ebben a körzetben. Ezen a felvételen mindjárt meg is mutatjuk Önöknek. Három férfi beszélget, és hát feltételezhetően van egy negyedik is, aki mindezt rögzíti, és arról beszélnek, hogy a éppen érkező férfi 200 ezer forintot hozott, méghozzá Zsigó Róbert, illetve a helyi fideszes képviselőjelölt megbízásából a szavazatukért, hogy mit fognak majd az ellenzéki pártok tenni az ügyel kapcsolatban, azt Harangozó Tamás fogja elmondani. Jó estét kívánok, üdvözlöm. De hogy mindenkinek nyilvánvaló legyen, hogy egyáltalán miről is szól ez a történet, ajánlom, hogy nézzük meg ennek a közel 10 perces videónak egy rövidített változatát. Mikor a honnan elvettek szavazni, ugyanúgy a Fideszre, hogy múltkor elvettek szavazni, a pénzeteket odaadom, most is hoztam nektek pénzt, azt itt is hagyom. Akkor mi a biztosíték, hogy a bizonyosokat nem kapcsolják ki, amúgy a netánk, mert hogyha a Robert maradt továbbra is ugyanúgy, a polgármesterünk ugyanúgy, ahogy elintézik az eddig nektek dolgokat, hogy a bizonyos nem lezik a rizs ilyesmit, ugyanúgy megint fog nektek benne segíteni, támogatni. Jó, hogy van, figyeljen! Múltkor is megkeresett minket a Szilveszter, megkeresett minket az Ajtai TV, megkeresett minket a Kovácsaba. Én előtt hogy menjünk el rá szavazni, megkért minket, ugye felajánlott nekünk ezért 50 ezer forintot egyfőt. Mi ezért el is mentünk, gyönyörű szépen leraktuk a hangsúlytal, beépítettük a Kovácsabát. Meg is nyerte emberetek Kovácsabatokra. Kijöttünk a szavazáshoz, és erre mit kaptunk? Mit kaptunk a Szilveszterétől? Azt mondta, hogy küldött nekünk a Kovácsabat 10-10 ezer forintot. Ez a Csabi küldte nektek a pénzt, meg a Robert küldte. Ez a tartozás. Így van, meg a Szilveszter. Így van. Ez a múlt utána. Ez a múlt utána. Ez a múlt utána. Holnap, hogyha mentek vasárnap mérsz, tudjuk, hogy a Szilvesz győzött, akkor hétfőn én ugyanígy esti tájban keresek benneteket, és rendezve lesznek a dolgok. Hát úgy látom, hogy négyen ültek az asztalnál, és akkor volt egy ötödik ember, aki videózott, mert a kamera egy magasabb szögből vette a négy beszélgető embert. Ön mit gondol erről a videófelvételről? Ez valódi? Valós? Ez nem az én tisztem. Se eszközöm, se lehetőségem nincs rá, hogy én ezt kiderítsem. Ellenben sokan vannak nyilván baján, akik valószínűleg pillanatok alatt meg tudják mondani akár ezt a felvételt a tévében is látva, hogy ők felismerik a szereplőket. Illetve van egy rendőrség nevű szerv ebbe az országban, meg egy ügyészség nevű szervezet ebbe az országban, amit azért tartunk, hogy ilyenkor tegye a dolgát és derítse ki. Szerintem nem egy agysebészet a képen szereplő embereket megkeresni, megkérdezni tőlük, hogy mi volt ez, és felderíteni, hogy mi történt. Ennek a videófelvételnek a végén, a videófelvétel tanúsága szerint magával a jelölttel ott helyben beszélget a szemben ülő ember. A rendőrségnek azt megnézni egy híváslista alapján, vagy rekonstruálsz az eseményt, hogy mikor történhetett, és hogy ez a hívás megtörtént-e például, nem egy bonyolult dolog, és azt gondolom, hogy egyértelműen tudja tisztázni, hogy egyáltalán beszélhetünk-e arról tovább, hogy akkor, ami történt, az valóban megtörtént-e, vagy nem. Mert ha megtörtént, akkor azt gondolom, hogy ez egy új fejezetet nyit a magyar demokrácia történetében mindenféleképpen. De itt azért különböző időtényezők is közrejátszhatnak, de most még nem csúsztak ki a határidőből, hogy nem. A választás megismétlését kérjék? Nem. Viszont hogy a rendőrségi nyomozást kell... Az első körben az Index információira és helyi tanúvallomásokra alapozva adtuk be a beadványokat. De akkor még nem kérték a... Helyi választási bizottság szerint az nem volt jó semmire. Most a másodfokot már az ATV esti irodója megjelent videófelvételre pluszban is
csatolva hivatkozva. Amikor is egy helyi hölgy azt mondja, hogy Fideszre szavazott, ígértek tűzifát, kérdezi a riporter, ígértek, meg is kaptam méter és még fogok is kapni. Nekem még egyszer mondom, az a bajom, hogy már az a nyilatkozat alapján is hivatalból eljárás kellett volna indítani, az én megítésem szerint, mert BTK-ba ütköző bűncselekmény, köztudomású tény lett, de mindegy, ugye én azért magam megtettem szerdán egyébként a büntető feljelentést abba az ügyben. És itt ugye két napos határidők vannak a beadásra és meg az elbírálásra is. Tehát most tartunk ott, hogy a tegnapi nap az ATV felvételével kiegészítve beadtuk a Területi Választási Bizottsághoz, kérve szintén azt, hogy állapítsa meg, hogy itt mi történt. De ott még mindig nem kérte, hogy ismételjék meg a választást. Nem kértük. Még egyszer mondom, ezt sokszor el szoktam mondani, hogy mindenki értse, ha olyan súlyú választási visszaélést állapít meg maga a bizottság, amivel az első körben is azt maga kimondja, hogy hát ez alapvetően befolyásolta a végeredményt, akkor nekünk nem kell kérnünk, ő magától is meg fogja semmisíteni. Ez nyilvánvalóan elsősorban egy üzenet volt, politikai üzenet a mi részünkről, hogy nem elsősorban a választás megsemmisítése a célunk, hanem az, hogy nem maradhasson következmények nélkül. Az, amiről ma már mindenki beszélt, akkor is ott beszélt, és a fél magyar sajtó egyébként megerősítette. Jó, de most itt ugye a rendőrséghez tesznek, rendőrségi feljelentést. Azt megtettük már természetesen. Megtették a rendőrségi feljelentést. Egy nyomozás nem fog 2-3 napon belül befejeződni. Tehát, hogyha meg is keresik a képen látható embereket, beazonosítják őket, vallomást tesznek, ne adj Isten, akkor híváslistát is kérnek, hogy tényleg a fideszes jelölttel beszélte az összekötő. Ez, amikor lezárul ez a nyomozás, hát még akkor is meg lehet ismételni a választást? Nem lehet megismételni, de amennyiben például lehet tudni, hogy ki ül ott szemben a felvételen, aki beszél, és ezt a videót csatoljuk a bíró, mert most már a bírósági szakja. Kicsoda, aki ott ül szemben és beszél? Tőlem biztos nem fogja megtudni, én nem tudom megmondani. Ha őt tudjuk, hogy kicsoda, és csatoljuk ezt a felvételt, akkor a bírósági szak jön most a felülvizsgálat, óvásokban, az óvásokban. A bíróságnak lehetősége és dolga is van egyébként. Ahogy az első indoklásában rá is mutatott, hogy szerinte a választási szervezetnek is lenne kötelessége bizonyítási eljárást lefolytatni, a bíróságnak mindenképpen van lehetősége és kötelessége bizonyítási eljárást lefolytatni. Most két irányba fut. Ha tudunk egy nevet, akkor a bíróság be tudja rendelni ezt az úriembert akár, és meg tudja tőle kérdezni, hogy akkor most mi történt, úgy, hogy az én megítélésem szerint az a kötelezettség, hogy neki meg kell jelennie. Csak mondtam egy forgatókönyvet, csak szerintem az ellenzéki két pártnak szálon, a dolga. Tehát a két szálon fut a történet, a választási bizottságok felé, illetve és a rendőrségi feljelentés. A rendőrségi feljelentésnek az a lényege, amit múltkor is próbáltam érzékeltetni, hogy lehet, hogy a választás, bajai választás tekintetében már nem lesz gyógyír, de hogy az ország és a demokrácia becsülete szempontjából ezen végig kell menni, én azt gondolom, hogy ez mindennél világosabb. Zsigor Róbert most is azt nyilatkozta, amire tegnap még felvétel ismerete nélkül, már legalábbis én biztos, hogy nem ismertem meg a közvélemény se, de feltételezem, hogy Zsigor Róbert sem. Szóval ma azt mondta, hogy ez egy nem ismeri a képen látható személyeket, és nincsen semmi közük a bajai Fideszhez, és ez egy előre megrendezett jelenet volt, tudatos lejáratás része, megalapozza a korábbi gyanújukat, és a korábbi gyanújukról beszélt itt tegnap az Egyenes Beszédben, hogy már tettek is feljelentést, mert valaki a Fidesz nevében ígért tűzifát, és így akarta a Fidesz lejáratni, de az egy álfideszes volt. Nem lehet, hogy ők is álfideszesek, vagy hát legalábbis az összekötő áll. Nézd, nekem még egyszer mondom, nem tisztem ezt megítélni, mert nem tudom. Nem tudok ilyet állítani. Zsigor Róbert, annyitok mondani, miért mit mondan a szerencsétlen? Mit mondan azután, amit itt csinált, és amit az elmúlt két hétben művelt egyébként szóvivőként, meg polgármesterként? Mit tudna erre mondani? Azon kívül, hogy lemond mindenről, és köszönjük szépen, elnézést kér Magyarországtól, hogy egyáltalán ezt a pozíciót betöltötte. Ez az A variáció, ugye? Tehát ha azt mondja, hogy igen, ezt megcsináltuk, valóban a fejre lebuktunk, bocsánat, én kérek elnézést, hogy itt zaklattam ezt az országot. Ezen az egyik tisztességes válasz. A másik, hogy ezt nem ismeri el, és akkor folytatja tovább azt az utat, amit elkezdett az elmúlt napokban. Szerintem ezért fontos a büntetőeljárás, mert annak az a lényege, hogy lehet, hogy nem most, de előbb-utóbb minden kiderül, derüljön ki erről a felvételről is. Én azért megnézném azt az avagát. Azt mondta, hogy nem is ő irányított a kampány, tehát nem is. Én kérdeztem, hogy kik voltak azok az aktivisták, miért filmeztek, mi lett a felvételekkel, azt mondta, hogy semmiről semmit nem tud, mert ő hát még képviselőtestületi. Össze-vissza hazudozott az ember itt is. Nem, most miért mondja? Hát én, tehát el tudja ön képzelni egy jelöltről azt, hogy nem tudja ki nem a kampányfőnök, vagy a helyi vezetőről, hogy nem tudja ki a kampányfőnök az ő városában. Hát többen voltak. Tehát ilyen alapvető kis pitián elhazugságok szerintem a legbosszantóbb. És az életszerű, hogy valaki
egy szavazatért 50 ezer forintot ad. Itt hát nem egy szavazatról volt szó, bocsánat. Itt egy listát felolvastak, nevekkel, címekkel, abban a körzetben az egyébként beazonosítható az is. Tehát az, hogy ez abban a bajai körzetben lévő címek, az biztos. Azt gondolom, egy nagyon pici utánjárással az is beazonosítható, az ottani lakosok biztos tudnák 2 perc alatt megmondani, hogy a nevek is beazonosíthatók-e. Honnan volt ez a lista? Honnan hozta az ember ezt a listát? És ami ott elhangzott, az majd számolja ki, összesen elment 200 ember szavazni. Hát ami ott elhangzott, az 10-20-30 ember, attól függ, mekkora a család, meg azok az emberek, akiket ott bediktált. Hát az már érdemi különbség egy választáson, ha nem ide vagy oda szavaz. És még egyszer mondom, ez abból a szempontból, ha a videó megalapozott, ez nem bajáról fog szólni. Hát ebben egy, kormányzó párt, hogy mondjam, bele kell, hogy rokkanjon. Ha ez a felvétel igaz, akkor abba egy kormányzó pártnak, ha idáig merészkedik, hogy a demokrácia legalapabb dolgát, a tisztességes választásokat fölrúgja, akkor annak a pártnak én azt gondolom, hogy el kell gondolkozni a legalapvetőbb kérdésen szinte. Hát én azt nem tudom, még a felvétel készítésével kapcsolatban tudom, és az ön dolga, meg nem is az enyém, akkor derítse ki a hatóság. Ül egy asztalán 4 ember, és valaki észrevétlenül áll tőlük nagyon közelségbe, tehát nem messze, és a mobiltelefonjával még próbál fókuszálni, és kicsit igazgatni, és ott, és ez senkinek nem tűnik fel. Tehát, na mindegy, hát majd csak kiderül, hogy hogy készült, kik voltak, és igaz az egész. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.